Sziasztok, jó napot kívánok! Egy Mazda 323F itt előttem, mellettem segítő társam, Concerto, aki rögtön azt mutatja nektek, hogy azt nézzétek meg, 76.625 km futott az autó, szépen veszi a Fordot, és mint az is látszódik, ugye minden ellenőrző kontrollámpa elaludt, már meg is fogjuk tenni még egyszer, hogy azért nem csalás, nem ámítás ez a dolog. Tehát így indul az autó, egy komoly, jó minőségű aksi van benne, a Blaupunkt rádiónk pedig azonnal felhangosodott, itt van előttünk. A kormányát is meg lehet nézegetni, hiszen teljesen újszerű állapotban van, én azt mondanám, és nem csak ő, hanem hogy ide oda kukucskálunk lentre, pedázat is tökéletes, kopásmentes állapot van, nem véletlenül mondom, tehát az autó 76.000-es kilométer futású. Van egy digitális óránk, a Blaupunkt rádiónk, a manuális klímánk, az ötös váltónk itt előttünk, és a két légzsák elől, és kettő pedig oldalt van. Az utasoknak van előre elektromos ablaka, és a dízel motor az pedig 100 lóerőt teljesít. Nekünk ez egy 5-6 literes üzemanyagfogyasztású autó. Az ablakok, tükrök állíthatóak elektromosan, szép ülésekkel rendelkezik, nincsen elkoptatva, de ennyi kilométer alatt ugye nem is lehet szerintem elkoptatni, ha csak nem folyamatosan ugye smirglizné valaki ezt a ülést. Tehát az autónk fekete metál színben tündököl a lemenő napsütésben, és a csomagtere pedig szerintem néhány ember számára, akár mondjuk két ember számára is kedvező helyet biztosít. Szevasztok, Feri és Peti, ugye bele is dobták ide magunkat, itt látszik, hogy akár két ember is elfér ebben az autóban. És akkor nézzük meg a motorterét is, amit érdemes ugye szemmel, figyelemmel és füllel kísérnünk, hiszen ez az öthengeres. Tehát az autónknak ugye van ez a négy hengeres motorja, 16 szeleppel tekerészik, és itt ez a komoly minőségű akkumulátor, ami szépen teszi a dolgát. Tulajdonképpen azt gondolnám, hogy megmutattam mindent, amit nem, azt majd itt mindenki szépen megnézegeti. Sziasztok, gyertek be hozzánk a viszontlátásra!